Michael Bay kisebb, kompaktabb thrillerrel tért vissza, ami a visszafogott paraméterei ellenére azért mindenhol magán viseli a rendező masszív kézlenyomatát. Lássuk, milyen az, amikor Baynek csupán 40 milliója, meg egy száguldozó mentőautója van arra, hogy szétkapja a mozit. Miután egy bankrablás gajra megy, Danny és Will Sharpnak, a fogadott testvérpárosnak menekülnie kell. Pucolás közben meglovasítanak egy mentőautót fedélzetén egy sebesült rendőrrel és egy ápolónővel. Miközben a fél Los Angeles-i rendőrség a nyomukban van, a bankrablók és az ápolónő között is folyamatosan nő a feszültség, ami idővel kölcsönös szimpátiába megy át. Miután a pandémia miatt le kellett lőnie egy nagyobb projektjét, Michael Bay örömmel vetette rá magát a rohanmentő sztoriára, amit a megváltozott körülmények között is gyorsan tető alá tudott hozni, ugyanis saját bevallása szerint elege volt a bezártságból. Az azonos című dán film alapján készült Rohanmentő kevesebb mint 40 nap alatt forgott le, méghozzá 40 milliós költségvetésből, de Baynek még ebbe a kompakt kis thrillerbe is sikerült beleraknia a megalomániáját, és ez többnyire üdvözítő dolog. A mentőautó belseje miatt egyszerre klausztrofóbiásnak, az LA beton tengerén való száguldozás miatt pedig nagyívűnek ható thriller nagy kanállal méri az adrenalint, miközben karaktereit is bőszen előre rugdossa egy némileg szögletes, de azért jól lekövethető fejlődés mentén. Az apja árnyékából kitörni vágyó Danny megtanul áldozatot hozni, Villa bűneiért vezekel, az ápolónő pedig meglátja az embert az ellátásra váró sérültekben. Bay pedig hozza tőle elvárható tempót és méreteket, karakterei megnyilvánulásaikban és tetteikben egyaránt túldimenzionáltak, az őket üldöző rendőrök is szögletes, de szórakoztató közhelyek, akik harsogva, hol szellemes megjegyzéseket, hol rövid utasításokat pufogtatva kommunikálnak. Az egész estés rohanást a direktor pedig kreatív operatőri munkával, jelen esetben gyakorta őrülten száguldozó drónfelvételekkel és a tőle megszokott dinamikus vágással kísér, az akció jelenetek pedig úgy kaotikusak, hogy közben teljesen jól lekövethetők. Hiába no, rengeteg kritika éri Bay filmjeit, de az elvitathatatlan tőle, hogy nagy mestere az akciónak. Bay megalomániájának sajna vannak negatív hozadékai is. Egyszerű sztoria és kompakt jellege miatt a Rohanmentőben egy nagyjából 80-90 perces film rejtőzik, a rendező mégis 135 percig húzza azt, és ez egyszerűen túl sok. Elég lenne egy zsarút kiemelni a trió üldözői közül, de Baynek legalább három kell. Háttérsztorival, motivációval, mindennel együtt, mint ahogy a szökevények támogatói is feleslegesen sokat időznek a vásznon. És a mentőautóban zajló események is túl vannak nyújtva, a karakterek többször is elüvöltik a maguk nyűgjeit, és problémából is több jelentkezik a kelleténél, miközben a száguldás is kissé monotonná válik egy idő után. Maga a befejezés pedig meglehetősen elrugaszkodik a valóság talajától, szimpadias és kiművelt, habár azt nem állíthatnánk, hogy ez túlontúl kilógna a film szövetéből. Habár egy igen jó film bőlére eresztett rendezői változatát kapjuk meg a pénzünkért, amiben mindent beletoltak, amit a vágóasztalon találtak, a Rohanmentő ezzel együtt is üdítő élmény a szuperhős filmekkel teleszort palettán. Egy kicsike, mégis nagy formátumúnak tűnő akciótriller, amely elképesztő tempót diktál, és ha egy idő után némileg monotonná is válik, a karakterek mégsem vesznek el a rohanás közben.